Szeretettel üdvözöllek. Pár mondat rólam, mert lehet, hogy az első alkalom, hogy velünk találkozol. Én semmi különös nem vagyok. Egy egyszerű, átlagos férfi vagyok, akinek az egyedüli különlegessége az, hogy nagyon sokat tapasztaltam. Nagyon sokat tapasztaltam, mert jók az adottságaim, ezekkel én éltem, sőt visszaéltem a 20-as éveimben. Sikeres voltam, elszálltam, túlzásba estem, önző voltam, és belebuktam. Ez a lényeg, hogy nagyon korán belebuktam, és aztán 10 évet töltöttem ebben, hogy így keresek válaszokat, tehát hogy így mi történt, miért történt. És mindeközben én folyamatosan írtam erről. És egyre többen jöttek, akik nem azért érkeztek hozzám, mert hogy fú, hát én megvilágosodtam volna, hanem azért érkeztek, mert nagyon hasonló bukásaik voltak, vagy nagyon hasonló szégyeneik voltak. És egy csomó ember megnyílt, sok száz, néhány ezer ember mára, aki megnyílt az irányomba, történeteket megismerve, látok közös motivumokat, illetve valahogy ez lett az én dolgom, ügyem, küldetésem a világban, hogy mert egyszerűen csak annyira sok ilyet láttam, és mert magam is eltöltöttem 10 évet, tehát tényleg 10 évet kínlódással, hogy így segíteni másokba, hogy ne tartson ennyi ideig. Úgyhogy tényleg nem vagyok Dalai Láma sem, meg sikertréner sem, meg így semmi különös, én egyszerűen csak egy átlagos, abszolút esendő, hibát hibára halmozó ember vagyok, aki viszont részben vállalom a tapasztalataimat, részben nagyon sokaknak az életeit láttam. És tényleg, ha az ember egyszerűen elég sok esetet lát, akkor szabályszerűségeket fedez fel, és működnek ezek a tanácsok. Úgyhogy az, hogy honnan veszem magamnak a bátorságot, hogy ilyen videókat csinálják, ez pusztán csak ennyi, hogy amit én láttam, abból beszélgetések lesztek, meg nyitottság lett, és az én irányomban nyitott emberek meghallgatták olykor az én tapasztalataimat, vagy tanácsaimat, és ez működött, és működik egyre többeknek. És innen az, hogy én is így felszívtam magam, hogy na jó, akkor mondjuk el, meg mondjuk egyre érthetőbben, meg segítsünk minél többeknek. Úgyhogy ez így röviden az én hátterem. Köszi a bizalmat, eleve megtisztelő, hogy itt vagy.